január 1-től megváltoztak a napközbeni gyermekellátással kapcsolatos jogszabályok. Bizonyos feltételek mellett már a 10 000 főnél kisebb lakosságszámú településeken is kötelezhetők az önkormányzatok bölcsöde nyitására, de a hagyományos bölcsödei rendszer mellett további lehetőségek is vannak a szülők munkába állásának elősegítésére. Az állam pályázati lehetőségekkel próbálja elérni, hogy családi, mini és munkahelyi bölcsödék jöjjenek létre. Ajkán is mintegy 500 főnyi munkaerő hiányzik a cégeknél, így felmerül a kérdés, hogy a változások következtében csökkenhet-e ez a szám. Az Ajka városi bölcsöde jelenleg teljes kihasználtsággal működik. 27-es kortól fogadják a kisgyermekeket egészen 3 éves korig. A felvétel feltétele azonban az is, hogy mindkét szülőnek munkaviszonnyal kell rendelkeznie, vagy ha tanulmányokat folytatnak, akkor az nappali képzés keretében kell, hogy történjen. Teljes kihasználtsággal működik az intézmény, ami azt jelenti, hogy 98 fő, és sajnos túl jelentkezés van, jelenleg ez 7 fő, mindenkinek sürgős a felvétel, tehát már jóval előbb kérték volna, hogy bekerüljenek az intézménybe. Vannak-e adatok arra vonatkozóan, hogy jövőre hány kisgyermek lesz a városi bölcsödében? Még pontos adataink nincsenek, annyi biztos, hogy 24 kisgyermek idén tölti be a második életévét, akik mindenképpen itt maradhatnak az intézményben, a többi kisgyermek a harmadik életévét tölti be, aki augusztus 31-ig betöltötte, azoknak mindenképpen át kell menniük az óvodába, akik szeptember 1 és december 31 között töltik, őknek a szülei nyilatkozhatnak, hogy itt szeretnének-e maradni a következő nevelési évre. Az önkormányzat szeretné bővíteni a bölcsödét, keresik a pályázatot, amivel ez megvalósítható lehet. Úgy látjuk, hogy a bölcsöde jelenlegi területén még egy kétcsoportos bővítésre lehetőség van, ugye ez azt jelenti, hogy olyan 24-25 fő, tehát ez hosszabb távra is megoldaná az ajkai kisgyerekeknek a helyzetét. Tehát ezt tervezzük, ugye a területet megnéztük, pályázati lehetőséget kutatunk, valószínű, hogy erre előbb-utóbb sor kerül. Több olyan ajkai cég van, amely nagy számban foglalkoztat női munkaerőt, így az önkormányzat szerint is helye lenne városunkban a munkahelyi bölcsödéknek, illetve családi bölcsödéknek. Nagyon sok vállalkozás női munkaerőt foglalkoztat, neki egyrészt a munkaerő visszacsalogatása a gyesről vagy a gyedről, illetve ha munkaerőt hoznak ide Ajkára, akkor az egy jó pozitívum, hogy a kismamáknak a gyerekei esetleg munkahelyi bölcsödébe kerülnének elhelyezésre. Tehát ez érdeke lenne a munkahelyeknek is szerintem, meg érdeke lenne a városnak is. Tehát úgy gondoljuk, ha a fejlesztési irányok és a támogatási irányokat mindenki figyelembe veszi, akkor egy városi kétcsoportos fejlesztés, valamint a munkahelyi bölcsödéknek és a családi bölcsödéknek a fejlesztésével Ajka bölcsödéskorú gyerekeinek a elhelyezése hosszú távon is megoldott lehet. Úgy tűnik, hogy az ajkai cégeket egyelőre még nem hozta lázba a munkahelyi bölcsödék alapításának lehetősége. Megkerestünk néhány nagy munkáltatót, amelyek közül egyedül a Löbeliéé Magyarország Forma Öntöde ZRT küldött visszajelzést számunkra a témában, de az ő válaszukból is az derül ki, hogy jelen pillanatban nem tervezik bölcsöde indítását. Egy családi bölcsöde viszont működik a városban, amely korábban családi napköziként funkcionált, ám éppen a januárban életbe lépett változások miatt át kellett alakulniuk, hiszen a családi napközik megszűntek az új rendszerben. Az itteni bölcsödei csoport a maximálisan megengedett 7 fővel működik. 7 kisgyermek van, és mivel nagyon nagy az igény mostanában a városban, nagyon sokan keresnek, ezért plusz 3 gyereknek kialakítottunk egy másik kis szobát, úgyhogy összesen 10 gyerekünk van. Mennyibe kerül ez a szolgáltatás, és mit foglal magában? Többféle díjunk van. Az a kisgyerek, aki reggel 8-tól délután 4-ig itt van, és havi díjat fizet, az 37 000 forint. Tehát ez a havi díj, és plusz naponta az étkezési díj, az 600 forint. Ez napi 4-szeri étkezést takar. Van olyan, aki csak délelőtt van itt, ő 21 000 forint havidíjat fizet, tehát ez az ellátási díj, és az étkezés pedig 540 forint, mivel ő uzsonnát nem kap. Ezen kívül pedig vannak napi díjaink, akik nem minden nap vannak itt, csak mondjuk hetente 2 napot vesznek igénybe, az pedig 1700 forint a félnapos, 3000 az egésznapos, és ugyanúgy az étkezés az pedig ugyanannyi, mint amit az előbb elmondtam. Ők viszont csak akkor fizetnek, amikor itt vannak, tehát ha mondjuk beteg a gyerek, akkor nem kell fizetni. A havi díjat akkor is fizeti, amikor, ha esetleg beteg a kisgyerek, tehát ez a fix havi díj az olcsóbbra jön ki naponta, viszont akkor is fizetik, amikor esetleg beteg a gyerek.
A Fészek családi bölcsődében jelenleg 4 fő foglalkozik a kisgyermekekkel. Éppen most nagy változásban vagyunk, mert jelenleg 3 alkalmazottam van, tehát végülis 4 vagyunk itt, mivel hogy létrehoztuk az időszakos gyerekfelügyeletet egy másik szobában, ezért most alkalmam volt fölvenni egy pályakezdőt a munkahelyi központ támogatásával. Ő most májustól van itt, tehát nagyon friss a dolog, tehát ő a 4. A másik 2 alkalmazott pedig már régebb óta vannak, ők vannak a családi bölcsödében. Azért szükséges ennyi, tehát ez a létszám, mert itt főzünk, helyben főzünk, meg ugye mindent mi csinálunk, tehát a takarítástól kezdve a tálalás, meg és kell, tehát a 7 gyerek mellé is kell a 3 fő, nekem ez a tapasztalatom. Mekkora az igény itt Ajkán erre a szolgáltatásra? Hát most nagyon nagy, ezért is hoztam létre ezt a plusz 3 fővel az időszakos gyerekfelügyeletet, mert szinte napi szinten hívnak, és sokszor kétségbe vannak esve a szülők, hogy nem tudják, hogy oldják meg a gyerekeket, mert hogy mennének dolgozni, és ezért is csináltam ezt a plusz 3 főt, ami szerintem nem sok mindent old meg, de most valahogy így ebbe belementem. De nagyon, nagyon nagy az igény, igen. És hát ilyen szempontból sajnálom, hogy már nem családi napközi vagyunk, mert tavaly még akár maradhattak is itt tovább 3 év, tehát a 3 éves kor után is gyerekek, most ez már megszűnt. Valamint most az idéntől nekem is kell munkáltató igazolást kérni a szülőktől, ami azt jelenti, hogy csak azt tudom fölvenni, akinek van munkahelye. Ez azért nem jó, mert sokszor segítséget jelentettünk, hogy amíg munkát keresett az anyuka, addig be tudtuk fogadni a gyereket. Most ez is megváltozott januártól. Pozitív oldala is van a változásoknak. A finanszírozás átalakulása tette lehetővé például a dolgozói létszám bővítését. Emelkedett valamennyit az állami normatíva, tehát ugye gyerekenként a 7 gyerekre emelkedett az összeg, amivel az állam támogat bennünket, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Ezért is tudtam fölvenni még egy alkalmazottat, tehát, mert sokáig 2 voltunk a családi napköziben, és tavaly december óta van a 3. alkalmazott, és most meg aztán a 4. 2017. január 1-től minden családi napközinek át kellett alakulnia, ha folytatni kívánt a működését. Erre 3 lehetőségük volt. Mi családi bölcsödévé alakultunk, ami azt jelenti, hogy ez egy kicsit kötetlenebb forma, jobban hasonlít az egykori családi napközire, nincsenek olyan szigorú előírások, mint mondjuk a bölcsödében, tehát ez nem intézmény. Aki mini bölcsödévé alakult, aki ezt az utat választotta, őnáluk szigorúbbak az előírások, viszont magasabb normatívát is kapnak, tehát ott például az étkezés olyan, mint a bölcsödében, tehát étkeztetés, ugyanúgy azok az előírások vannak, mint a bölcsödében. Meg egyébként is teljesen olyan, mint a bölcsöde, csak piciben, tehát ugyanígy a 7 gyerekkel. És aztán van még ez a gyermekfelügyelet dolog is, amit szerintem nem sokan választottak, hogy azt is lehet, hogy csak simán egy gyerekfelügyelet, viszont nincs hozzá állami támogatás. Szerintem ilyet nem tudom, hogy mennyien csináltak az országban. Ez is egy út, viszont azért azt úgy nehéz kitermelni a béreket, meg a fenntartási költségeket, hogyha állami támogatást nem kap valaki. Úgyhogy ez a 3 variáció volt.